Sziasztok! Nagy örömmel köszöntök mindenkit itt az Audiomi bemutató termében, az első Audiomi szakmai műhelyen. Az első az mindig ilyen kicsit izgalommal teli, úgyhogy szeretném először köszönteni Huszti Zsoltot, aki majd ezt az egész előadást fogja Köszönöm. prezentálni. Meg tudjátok később nézni ezt az egész felvételt erről a, az előadásról a későbbiekben is, és átadom a szót Szabó Laci kollégámnak, aki pár mondatban elmondja, hogy milyen műszaki hátteret biztosítottunk ehhez a szakmai műhelyhez, és utána pedig Zsolt előadása következik. Köszönöm, én is köszöntelek benneteket. Igyekeztünk a a híd elektronikáknak, illetve a Zsolt előadásának egy megfelelő környezetet biztosítani. Tesz környezetet, elsősorban arról van szó, hogy például forrásoldalról megfelelő legyen az indítás. Ez a Silent Ranger esett a választásunk, természetesen a runa fogunk demózni. Minden készülék egy külön tápról, van megtáplálva, és a, a Music a az integrált erősítő az M6 fog fogként szolgálni, ez megfelel a Zsolt elvárásainak, illetve az összes többi kábelezést azt úgy állítottuk össze előzetesen, hogy ne, ne kerüljön olyan kábel a láncba, amelyen van bármilyen elektronika, ez, ez is a Zsolt kérése volt, ezért itt az audioquest az utolsó olyan hangfa esett a választásunk a Rocket 44-re, ami még nincsen DBS. Az összes többi eszköz a, a, lánc elején Snerzinger kábeleket kapott, és az összes Silent Angel eszköz külön tápról működik. Két switch van beállítva a láncba, mind a kettő egy 8 de a, de a 2 es tápról kapják a, a, tápot. A hangfalunk az egy Fine f 502 SP, és a, még a láncban a Snerzingernek a grip és, a, és, az operátor 12-es tápszűrője működik körülbelül ez jelenti azt a semleges teszkörnyezetet, amire gondoltunk, de leginkább talán az a legfontosabb, hogy a, a ma próba erősítők teljesen egyforma tápkábeleket kaptak. Ezek AudioQuest Aquest és mind a három egyméteres és teljesen azonos minőséget tudunk így, így ezzel elérni. Én azt gondolom, hogy ha közben bármilyen kérdésre van, kérdés merülne fel a a, a, a lánc elemeit illetően, akkor csak elég a táblára nézni, ahol ezt fel is írtuk, de szerintem ennyi elég is volt a bemutatóból. Átadom a Zsoltnak a szót, és halljuk azt, ami a legizgalmasabb a hangot. No. Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit, aki itt van. Egy körülbelül, talán másfél órába beleférő nem is bemutatót, ez inkább egy kis beszélgetés és elmondás. Az audio erősítők rendszerben elfoglalt szerepéről kívánnék beszélgetni, ami ez egy elég érdekes demo készülék állományt hoztam, erről majd egy picit később fogok beszélni. Három aspektusból világítanám meg én ezt a dolgot. <kül> Lesz ennek egy teoretikus aspektusa, ami egy kicsit átfogó lesz a tekintetben, ami nyilván nem csak az elektronikákról szól, hanem a hifi berendezés, audio berendezés egészéről szól, mint olyanról. Lesz egy praktikus verziója, ahol az erősítők miben létét kívánom egy kicsit körbejárni és bemutatni. És lesz egy muzikális verziója, amit majd maga idejébe elmondok. De mielőtt ebbe belevágunk, és végig mennék sorba a témakörökön, azt kérném, hogy akkor csak úgy első neki futásra hallgassunk meg egy felvételt kétféle erősítővel, anélkül, hogy azokról bármit is tudnánk. Ezt a felvételt a későbbiekben is majd újra elő fogjuk venni a beszélgetés bizonyos fázisaiban. Ez a Sárik Péter trió Bartók lemezéről a romántáncok felvétel. Úgyhogy most jöjjön kétszer egymás után ez. No, tehát ezt most mindenki próbálja meg eltenni magába, amit hallott. Mindenfajta magyarázat, felvezetés, levezetés nélkül. Úgy valahogy az emlékeibe. Majd később kiderül, hogy miért. Tehát azt mondtam, kezdjük avval, hogy teoretikus. Egy végtelenül egyszerű dologgal indítanék, ami talán minden nyótokat meg maradunk a tegeződésnél szerintem mindenkivel, mert így egyszerűbb. Meg fog lepni, hogy egy ilyen egyszerű kérdés miért teszek föl. Mire való egy hifi berendezés? Válasz mindenki azonnal mondja, ugye zenét hallgatunk. Igen ám, csak hogy azt látjuk, hogy folyamatosan a audio világa ettől úgy távolodik el ettől a dologtól, és valamilyen önálló életre kell. Erre is vissza fogok térni. De maradjunk a zenehallgatásnál. A zenehallgatás az egy élmény és élvezeti faktor az én olvasatomban. És itt nagyon fontos, nem fogok minden egyes kijelentő mondatom elé Tenni egy ilyet, hogy ez az én szubjektív véleményem, hiszen tudjátok, hiszen nyilvánvaló, hogy én ebből az aspektusból közeledek ehhez. Élmény és élvezet. Vagy ahogy ugye, hát Morikó nem mondta, a zene nem tudomány, hanem él élmény. <kül> és nagyon igaza volt. Ö, nem információ, nem jeláramlás, hanem én, amikor ott ülök, akkor egy olyan élményt szeretnék kapni, ami valóban drámai, valóban magával ragadó, valóban visz a zene magával. Ehhez ugye a zenét magát kell egy picit megismerni, és nyilván azt sem technikailag akarom, én most itt nem zeneelméleti dolgokról szeretnék beszélni, magam sem vagyok zenész, tehát idétlen is volna hanem arról szeretnék beszélni, hogy ugye a zene az egy folyamat, egy időben történő folyamat, ami egy komplex, komplex, egész, tehát egyszerre ér bennünket az időben sok hatás, nem egyféle hatás. És itt el is érkeztünk az első lényegi ponthoz, ahol már egy picit vissza fogok majd utalni a hallott zenére, illetve előre utalni a újra majd meghallgatandó zenére. Amikor zenét hallgatunk, befogadunk, az egy stresszoldó, oldó, stressz, oldott állapot. Amikor tesztelünk, különböző hangi effektusokat figyelünk, az egy stressz, keltő, feszültség állapot. Ez a kettő kizárja egymást. Az agyunk nem így működik. Nem tudja ezt a kettőt egyszerre csinálni. Nyilván nagyon nehéz, hogyha valaminek meg akarjuk hallgatni a minőségét, vagy bizonyos részletekre vagyunk kíváncsiak, akkor figyelünk, de amikor figyelünk, akkor a zenének ezt a egyáltalán nem járulékos, hanem lényegi részét tesszük félre. Nem leszünk a zene része, nem leszünk az időbeli folyamatnak a része. Azt gondolnánk, hogy de hát ez végül is egy hifi berendezést mennyiben is érint, hiszen vannak technikai paramétereink, azokkal azt megvizsgáljuk, hogy ha azok rendben vannak, akkor innentől kezdve ezt a részét nem érinti. Hát már pedig nagyon érinti, pont ez lenne a lényege. Azok a ma használatos jelzőink, amiket a hifiben, az audióban használunk, ezek valójában a zene lényegéről semmit nem mondanak el. Lágy szellős rózsaszín ö, áramlása a mi csodának is? Ez milyen zenei megközelítés? A zenének van három attribútuma, ami a alapvető meghatározása. Dallam, harmónia, ritmus. Van másik három, ugye a szépség, a poétizmus, és les nem kell, ugye, ami már kevésbé a lényege a zenének, a fantázia. De ez ránk Jellemzi. Aki járt a zeneakadémián, ugye ezt fölül a plafonon el is olvashatja. De térjünk csak vissza a dallam, ritmus, harmónia egységhez, vagy a harmóniát nyugodtan hívhatjuk összhangzatnak is. Mert minden egyes hangban, ami megjelenik, hallunk, egy komplexitást, akár egy bőgőhúrban, akár egy zongora leütésben, már egy komplexitást, akkor tessék elképzelni, hogy mekkora komplexitás, amikor egy jazz játszik, és akkor még nem is egy 120 tagú nagyzenek arról beszéltünk, az mekkora komplexitást jelent. Ehhez, hogy ezt az élményt, ezt az élvezetet meg tudjuk élni, nyilván ki ízlése szerint ki ezt a zenét szereti, ki azt a zenét szereti. Én most itt választottam egyféle zenét, de hát nem feltétlenül lesz mindenki számára ez. Ugyanezt ezeket a viszonyokat nyilván minden zenében meg lehet találni, vannak persze olyanok, ahol ez egy kicsit jobban el van kenve, ezeket halljuk állandóan a HL-csókon bemutatni, eh, ahol olyan típusú felvételek vannak és olyan típusú hangok vannak, amik. Valójában a zene lényegéről semmit nem fognak nekünk megmutatni, viszont rettenetesen látványosak és dögösek. Halkan elárulom, hogy ezek a divat felvételek, amiket hájan sokkal játszanak, ezek minden berendezéssel jól szólnak. Na most, hogyha ott úgy halljuk, hogy nem szólnak jól, akkor az, ott baj van, nagy baj van, de ezek általában mindenen jól szólnak. Nem. És általában mi legtöbben nem így hallgatunk zenét, hanem a jó zenéinket, amiket mi szeretünk és válogatunk, azokat szoktuk ugye hallgatni. Tehát úgy nagyjából a rendszernek ez volna a lényege, hogy 60-70 év után, és ugye 40-es években jelent meg ez a hifi kifejezés, hogy amikor otthon leülünk, akkor mi valahol egy élményt szeretnénk kapni. Igen ám, de kellenének kapaszkodók. Hogy mégis hogy induljunk el, mi legyen az, amire figyelnénk, mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni, hát ehhez nem sok segítséget kapunk, ez kétség kívül, igaz. És mostanában ezt is nagyon sokat halljuk, hogy a rendszer jelátadó képessége, információja, stb. stb. rengeteget hallani erről, hogy a felvétel, hű közvetítése a feladata ennek a berendezésnek lehet, hogy sokakat meglepek, az én olvasatomban, hogy erre megint fölhívom a figyelmet, hát egy berendezésnek ez nagyon nem dolga, ugyanis halvány dugónk sincs, hogy mi van azon a felvételen, meg egyáltalán is nem erre vagyunk kíváncsiak, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy itt ülve ez a berendezés az adott felvétellel képes-e egy olyan varázslatot, egy olyan élményt nyújtani, ami az agyunkat emlékezteti arra az élményre, ami a valóságban történik, mert hiszen ez nem valóság. Ez egy képzetes valóság, de ha azt idézi föl az agyunkba, akkor nagyon jó, akkor élvezni fogjuk, akkor élmény lesz. Nyilván mindig egy komplet berendezést hallgatunk, ezért is tértem most egy kicsit el még az erősítő témáról, mert hiszen... Öm, nem tudjuk különválasztani teljesen őket. Teoretikusan sem. Az első falidugótól, a készülékeken, kábeleken, mindenen keresztül a szobánk egészéig az egészet kapjuk egybe, és sosem részeit. Nem tudjuk ezeket különválasztani. Az egy nagyon veszélyes terület, amikor bizonyos elemeket elkezdünk benne csak úgy adhok csereberélni, mert Maximum annyit mondhatnánk, hogy itt és most az az elem nem jó. De, vagy jó, de önmagában még ez kevés ahhoz, hogy az elemet objektíve megítéljük. Ennek a mai másfél óra sem lesz. Másfél órának sem lesz ez témája. Én nem erről fogok kívánni beszélni, hanem elérkezünk majd most oda, hogy a forráskészülék adott. Ez a mai világban általában adott. Az elmúlt három év pandémia egyéb bajai hozták magukkal, hogy gyakorlatilag egyik napról a másikra a streaming lett a forrás. Persze, akinek van még lemezgyűjteménye otthon, nekem is hallgatja azt is, meglepően visszaszorult nálam is. Tehát a streaming. Ez egy digitális jelrendszer, amit visszafordítunk analógra, és lehet, nyilván mindennek van hatása, de azért úgy nagyjából elfogadjuk, hogy ez egy adott forrás készülék. Ami utána jön, ez az erősítő és a hangsugárzó. És el is érkezünk a mai nap lényegéhez, amiről én kívánnék beszélni, az erősítő és hangsugárzó viszonya, de még mielőtt ebbe belevágunk, egy kicsit rövidíthetünk valóban, egy 6 perces felvételt választottam, majdnem hat perc, úgy a fele körül majd lejjebb keverhetjük és áttesszük a másikra. Most hallgassuk meg ezt újra avval az indítatással, amit az előbb mondtam. Tehát próbáljunk meg nem figyelni, nem tesztelni, nem megpróbálni az agyunkat egy olyan állapotba hozni, ahol, ahol feszültséget keltünk, hanem csak úgy eldőlni, hogy itt három zenész játszik nekünk, három hangszer. Ez a három hangszer mennyire van jelen egy időben úgy, hogy nem kell külön-külön mindannyiukra figyelni. Javarészint ez egy jó felvétel, ugye, mert itt nincs igazán szóló egyik hangszer részéről. Se a három hangszer együtt játszik, hogy ez hogy működik úgy, hogy úgy elengedjük magunkat, és megint két, felvét, két erősítőt fogunk hallani, majd utána beszélek az erősítőkről. Menjünk tovább. Akkor ugye eddig beszéltem úgy általában teoretikusan a dologról, majd nyilván az erősítőt illetően is fogok teoretikusan is beszélni egy kicsit, de elérkeztünk akkor ugye az erősítőnkhöz. Miért is van szükség erősítőre? Hát nyilván, ugye nagyon alacsony jelszintek és kis áramú jelszintek vannak a forráskészülékek esetében. Ott a végén pedig van egy hangszóró, ami jóval magasabb feszültség, illetve áramszintet, vagyis jóval nagyobb teljesítményszintet követ el, mint ami ott az elején van. Ergo, szükségünk van egy erősítőre. Ma elterjedt általános nézet szerint az erősítő feladata végtelenül egyszerű a kimenetén lévő jelnek pont ugyanolyannak kell lenni, mint a bemenetén lévő jelnek, tehát teljesen torzításmentesen kell azt követnie, csak jóval nagyobb szintek mellett. Erre én azt mondom, hogy ez ugyan nem hamis, de csak egy szűk kis területe annak, ami valójában az erősítőnk feladata. Mert az erősítőnknek nem feltétlenül ez a feladata. Nyilván most nem a feszültség erősítő részről beszélünk, hanem a teljesítmény erősítő részről. Ugyanis ott a végén egy hangszóró vagy hangsugárzó nevű szerkezet van. A mai világunkban 90-valahány százalékban úgynevezett dinamikus hangsugárzó van, amely Lenz törvénye szerint működik. Na, ez minden csak sem nem oszcilloszkóp, sem nem ellenállás, sem nem semmilyen. Ez egy nagyon komplex valami, de ami mindennél dühítőbb, és ebben gyakorlatilag ma alig foglalkozik valaki, bocsánat, ezt elfelejtettem, majd mindjárt kikapcsoljuk. Ez egy mozgó eszköz, mégpedig Lenz törvénye értelmében mozgó eszköz, vagyis egy mágneses térbe helyezett tekercsen átfolyó áram, olyan erőt hoz létre a mágneses térben, ami ugye mindig ellene hat az őt létrehozó erőnek, ergo el fog mozdulni. Ezt használjuk ki, ezért ad hangot. Igen, ám, de ez egy nagyon fura valami. Mert ez tényleg nem hasonlít semmire sem, de ami ennél sokkal szörnyűbb, nincsen rá lineáris ö, példánk, hogy ezt hogyan rajzolnánk le egy papírra. Nem tudjuk. Valójában nem tudjuk. mind mai napig nem tudjuk. Mi történik itt? Az időben egyszerre annyi sok dologgal a hangsugárzóban és az erősítőben. Már pedig ez a feladat, őt kell meghajtani. Ma olyan erősítők épülnek, amik nagyszerűek technikailag, az oszcilloszkópunkat, vagy a terhelő ellenállásunkat csodásan hajtják, fantasztikus paramétereket produkálnak, majd az auditív hatásukra azt mondjuk, hogy szubjektív. Ez nyilván így van, mint ma már sokat szóra halljátok tőlem, minden szubjektív, én is úgy állok hozzá, de azért mégiscsak vannak olyan objektív elemek, térjünk csak vissza a teória elejére, dallam, ritmus, harmónia. Ezeknek ugye egyszerre kell jelen lenni, és nagyon stabilan kell jelen lenni ahhoz, hogy az agyunkat ne bántsa ez a dolog, ami történik. Akkor hogyan kéne erősítőt építeni? Még egyszer mondom, mérnök urak ezt lerendezték avval, hogyha az oszcilloszkópot gyönyörűen meghajtja, akkor nyilvánvalóan a hangfalat is gyönyörűen meg fogja hajtani. Ma még egy varázs bűvszót szót az eddig hallott technikai paraméterek mellé tettek, és ezt mindenki úgy kezeli, mint valami csoda számot, az a neve, hogy dömping faktor. Nagyszerű dolog, ugye? A terhelő impedanciához képest, hogyha a meghajtó impedancia nagyon alacsony, akkor nagyon magas a dömping. A dömping faktor egyébként egy viszonyszám, semmi több. Ha ő 8 ómos, akkor ha az erősítőmnek a kimenő impedanciája 1 ohm, akkor ugye 8 a dömping faktor, hogyha 1 tized ohm, akkor 80 a dömping faktor, ha 1 század ohm, akkor 800 a dömping faktor. Na ezt az illúziót én hadd le, de nagyon gyorsan, hogy ennek bármilyen szerepe is lenne, ugyanis abban a pillanatban, hogy ezt a hangfal kábelt rákötöttük az erősítő kimenetére, a hangfal kábel az ugye hozzáadódik a kimenő impedanciához, vagyis onnantól kezdve a hangszóró kapcsán kéne értelmezni. Ha ez egy végtelenül szuper jó hangfal kábel, és mindösszesen csak egy tized ohm az ellenállása, és az eddig az erősítőmnek volt százezer a dömping faktora, akkor a fenefenét eszik, fene eszik, se lesz jobb, mint 80. Ennyi. Tehát a dömping faktor egy kitalált paraméter, amit hozzácsaptunk. Ugye a 60-as években a japánok kitalálták, hogy minden, ami több, az jobb. Hertz, decibel, watt, kiló, centiméter. Marketingileg fantasztikus. Tehát a 100 wattos erősítő az biztos, hogy jobb, mint az 50 wattos erősítő. A 20-tól 20 tól 20 khz az biztos jobb, mint a 30-tól 15 khz de a 10 től 100 khz meg még sokkal több. Mindig a több a jobb. Hát ez egy nagyon kétes kijelentés, de nagyon jól kezelhető. És minden olyan szám, amit ehhez hozzá tudunk csapni, erősítő dömping faktora, ha 4000 az tuti jobb, mint az 1000. Senki nem érti egyébként, hogy ez miért van. De ha eddig nem döntöttem volna romba, akkor hoztam egy kis fizikai kísérletet, általános iskola, tán hetedik osztály. Itt van ez a két hangszóró. Körbeadom. Egyelőre ne vegyétek ki a helyéről, nyomkodjátok. Csak úgy finoman így megmutatom, tehát így nyomkodjátok, hogy éreztek-e bármi nem különbséget a kettő között. Nem lehet közben körbeadni, majd utána elmondom, hogy miről beszélünk. Tehát adva van az erősítő hangsugárzó, és már is elérkeztünk oda, hogy hoppá, nekünk a feladatunk más, mint az eddig említett puszta technikai megoldás, hogy tehát legyen mindenből jó sok. Ott ugyanis egy hangszóró van. Ennek a hangszórónak ezeket a sajátosságai leginkább empirikus úton, tehát tapasztalati úton tudjuk ezt kezelni. Nyilván az empirikus út előbb-utóbb hoz valamilyen technikai magyarázatot is, tehát az ember mögé tesz valamit, elkezd tudni kidolgozni dolgokat, és egy nagyon fontos, megint csak lényegi állomáshoz elérünk, a, techni a valódi technikai paraméterek, most nem a marketingről beszélek, hogy hány wattos, meg hány herces, a valódi mérések, a méréseknek a jelentéstartalma. Az abszolút nem mond semmit a közönségnek. Nem is szabadna, hogy mondjon valamit. Az nekem, mint fejlesztőnek, nekem, mint szakembernek mond valamit, hogy én kidolgozok egy mérési eljárást, és ezeket komparatív tudom használni. Tehát tudom, hogy ha ezt mérem, akkor mi fog történni, és tudom, hogy ha azt mérem, akkor mi fog történni. Nincs objektív tökéletesség, akkor nagyon egyszerű volna mint ahogy hát sajnos ugye próbálják is ezt elhitetni, hogyha valamiből nagyon, mindenből nagyon sok van, akkor az a legjobb. Kész, ennyi. Az a végerősítő, ami akkora, mint az az állvány, kijön belőle 3000 watt, és a dömping a 10000, mondják rá, akkor az so, tuti sokkal jobb, mint minden, ami alatta van. Nem így működik a dolog. Már csak azért sem úgy működik, mert ha megvizsgáljuk ugye ezt a hangszórót, és belegondolunk abba, hogy ebbe a hangszóróba egy mekkora tekercs milyen módon mozog, akkor azt is nagyon gyorsan be fogjuk látni, hogy ehhez semmi szükségünk nincsen, nem, hogy több ezer wattokra, de több százakra se. Ez nincs az a rendszer, ami ezt elviselné, vagy elfogadná, ez olyan lenne, mint hogy az autónktól azt várnánk el, itt Budapesten közlekedve, hogy ezer lóerő alatt nincs jó autó, amivel itt ötvennel lehetne közlekedni. Tehát ez, ez egy végtelen nagy butaság. Ráadásul ugye van még egy technikai paraméter, amire azt mondjuk, hogy a hangsugárzó érzékenysége és az erősítő teljesítménye összefüggnek, mert ha nem annyira érzékeny a hangsugárzónk, akkor ugye nagy teljesítményű erősítő kell hozzá. Elárulok egy titkot, a mai hangsugárzók bőven elég érzékenyek ahhoz, hogy néhányszor 10 wattnál többre soha ne legyen szükségünk egy lakószobában. Ö, nem is tudnánk azt elviselni. Ő sem tudná, jegyzem meg. Tehát amikor ő rá írják, hogy nem tudom, mennyi száz watt, ha én erre ráküldenék annyi száz wattot, akkor itt most nagyon büdös lenne, mert az ott égne középen benne, de nagyon. <laughs> Na és akkor, hogyha eljutottunk ide, akkor megint oda jutottunk, hogy az erősítés a hangsugárzó kapcsolata, meg kell hajtsuk azt a hangsugárzót jól, ahol, mint mondtam, teoretikusan nincsen a kezünkben olyan eszköz, ami precíz pontosan leírná a benne való történést. Melyikben mi történik éppen az idő adott pillanatában? Ez ugyanis egy dinamikus rendszer, és nem pedig egy statikus rendszer, aminek az idő egy pillanatát vizsgálhatom csak, azt is lineáris verzióba. Itt semmi se lineáris egyébként, és nagyon komplex dolgokról beszélünk. Tehát adva van, mint említettem, Lenz törvénye. Ha körbe járt ez a hangszóró, talán érzékeltétek, két hangszórót nem teljesen egyformán lehet benyomogatni. Végtelenül egyszerű a történet, az egyik hangszóró kapcsai rövidre vannak zárva. Magyarul, amikor elkezdem befele nyomni, akkor ő rögtön elkezdi magát visszanyomni, ugyanis zárt áramkörről beszélünk, és a tekercsben indukálódó feszültség az rögtön ellene hat az őt létrehozó erőnek, tehát tolja vissza a kezemet. Nyilván ez nem egy annyira erős dolog, ha ez tökéletes rend, veszteség nélküli rendszer lenne, akkor nem tudnám az egyiket benyomni, a másikat meg lazán tudnám nyomkodni. De azért érzékelhető ez a rendszer. Na most, a mai félvezetős erősítő technika az erre az ötletre állt rá, hogy valójában folyamatosan rövid zárat képez a hangszórón kapcsain. Nyilván nem elektromos értelemben úgy, hogy nem rövidre zárja azt, hiszen akkor az erősítőnk tönkre menne, hanem az idő függvényében, ahogy haladunk, mozgatja a hangszórót, úgy az idő különböző pillanataiban különböző rövid zárt terheléseket tesz rá. Méghozzá egyenáramulag. Ezért hívjuk őt DC csatolt erősítőnek, mert ő egyenáramú erősítésre képes egyenáramulag is vezérelni próbálja a hangszorót, hogy egy nagyon egyszerű példával éljek, kicsit olyan a dolog, minthogyha egy magas ugrót gúzsba kötnék, és utána azt mondanám neki, hogy na most ugolj. Mert innentől kezdve az ugrásod nagyon kontrollált lesz. Hát lehet, hogy kontrollált lesz, de 10 centit nem fog tudni átugrani. Menjünk vissza a zenére. A reprodukció során is nagyon jó, addig, amíg csak technikailag nézzük ezt a dolgot, hogy hát az a jó, persze, kontrollálja a hangszórót, sokan mutatják, ez nem is mozog, olyan jól kontrollálja, hogy ott áll a helyén. E, így szól egy bőgő, így szól egy lábgép, hogy megütik, és akkor azt mondja, hogy bom! Hát az nem így szól. Az azt mondja, hogy BAM! Lecsengései vannak. Ha őt nem hagyom lecsengeni, ha őt nem hagyom mozdulni, ő nem fogja tudni követni a felvételen található lecsengésrendszert, akkor majd ilyen szép, száraz hangja lesz, amire gyorsan kitalálta audiófília, hogy ez a neutrális hangzás. Én neve nem tudok mit kezdeni, mert nem jó. Teljesen mindegy, hogy milyen jelzőt teszünk mögé. A valóság az nem így fog megszólalni. A valóságban nem ilyen hangok vannak, és teljesen mindegy, hogy ezt csalásnak próbálják beállítani. Ha egyszer valami szárazan, unalmasan szól, akkor az nem jó. De van még egy hiba. És itt elérkezünk a már itt az előbb említett, hogyan hallgassunk zenét dologhoz. Még egyszer mondom, nincsen rá lineáris modellünk, most egy picit fogok rajzolni, nem sokat. Aki arra számított egyébként, hogy ö, kapcsolási rajzokat teszek föl, nem teszek. Nem azért nem teszek, mert nem lehetne, semmi titok nincs egyébként a dologban, azért nem, mert értelmetlen, mert nem ezen fog igazándiból múlni. Képzeljük el, hogy nézünk egy lóversenyt, de nem jó, nem jól mondom, nem lóversenyt nézünk, hanem fogathajtó versenyt nézünk, ahol a fogatok 6 ló, 8 ló, 10 ló vannak befogva. És hát az ugye úgy néz ki, hogy van egy fogatom, most képletesen rajzolom, és itt vannak a lovak. Igen ám, de az előbb említett okból kifolyólag, mivel van egy további kontroll a rendszerbe, mint ahogy ugye azt mondja a hajtó, hogy gyerünk, és a lovak is tudják, hogy nekik ritmusba kell szaladni. Csak akkor fog jól működni, az a fogat fog nyerni, amelyiket minden szárán a ló megfelelő erővel húz, és egyformán fogja húzni, egyformán lépnek, egyforma a ritmus. Képzeljük el, hogy ez a ló itt egy picit egy nagyon picit előre szalad. Nem sokat, éppen olyan nagyon picit. Ez a ló egy nagyon picit visszamaradt tőle. Ez egy picit még jobban előre szalad. Ez meg ott áll, ahol van. Mi fog történni? Ez a fogat nagyon gyorsan szét fog esni. Nem lemarad, hanem egyszer csak elkezd össze-vissza szétesni ezért a hibáért egy hifi berendezésben lehetne egy külön dolognak a tárgya, amíg analóg lemezjátszó volt, addig könnyű volt, mert annak is megvan a maga szerepe, ezt most kivehetjük belőle, digitális forrás az ma már eldöntötte ezt a részét, de ezért a hibáért nem a hangszóró a felelős. Még csak nem is ez a fajta önálló erősítés a felelős, hanem ez az illesztetlenség a felelős. Ugyanis minden egyes parancs mellé, ami azt mondja a hangszórónak, ami ott kijön, hogy menj, rögtön van egy pici parancs, ne menj annyira, vagy másik irányba menjél, és kezd szétesni. Ezt elsőre nem fogjuk észrevenni, mert hiszen ez nem esik úgy szét, mint a fogat. Ö, mert hiszen ö, nem tudjuk, hogy mit keresünk, csak érezzük az agyunkba esetleg egy idő után, hogy valami nem stimmel. Van nekem egy kedvenc hasonlatom, a hasonlatok mindig rosszak, de ezt a hasonlatot 35 éve használom, és nagyon beválni látszik. Ez a napszemüveg hasonlat. Amikor napszemüveget keresünk, mondhatnám sima szemüvegre is, de a napszemüveg azért sokkal jobb, mert ugye színes. Főtesszük a napszemüveget, próbálgatjuk ott a boltba, és nézzük, hogy aha, piros, hát ez nem annyira az én ízlésem, főteszem a ződet, hmm, ez már egész jó. Na a barna, az az én napszemüvegem, azt tetszik, nekem a barna a napszemüvegem. Valójában egy teljesen lényegtelen információ alapján döntünk. Ugyanis az agyunk úgy működik a szemünkön keresztül, hogy ezt a fajta különbséget pillanatok alatt tolerálni fogja, hogy nagyon szélsőséges esetet mondjak, fölteszünk egy sárga napszemüveget, kimegyünk a napsütésbe, fölnézünk, zöld az ég. Kettő perc múlva ugyanolyan kéknek fogjuk látni. Mert az agyunk tudja, hogy az ott kék, tehát helyre tesz. Így születünk, ugye? Érdekes mód, honnan tudjuk, de hát mindenki fordítva lát, mikor megszületik, aztán egyszer csak helyre kerül a kép. Na, ez ebben is így van. Na igen ám, de mivel a szemüveg a szemünkhöz nagyon közel van, fókusztávolságon belül, tehát erre akárhogy próbáljuk, nem tudunk rá fókuszálni. Nem túl közel van. Ha ezen a szemüvegen van egy foncsorhiba, meg van karcolódva, nem durva zsíros ugye, de koszos. Elsőre nem fogjuk látni, tehát főtesszük a szemüveget, úgy a világ élesnek tűnik. 5 perc, 10 perc után elkezdünk fáradni. Nagyon rossz esetben, ha ez a hiba nagy, akkor fejfájással reagálunk rá. És egy idő után levesszük a napszemüveget. Ugyan ezt csináljuk a hifi berendezéssel. Amikor az alap nem stimmel, tehát az előbb említett zenei információkba hiba csúszik. Kicsit olyan, ugye, mint amikor egy karmester odaállna a zenekar elé, és hát nem, nem jó játszanak, nincs ritmus érzéke a társaságnak. A kottából nem ott lép be, nem azt csinálja, de csak picit hibázik, nem nagyon, ez nem akkora hiba, hogy elalszik és két ütemmel később húzza meg, csak azon belül egy picit elcsúszik. Akkor a zenekar, azt fogjuk mondani ott ülve, hogy ez nem egy jó zenekar. Itt valami nem stimmel, itt hiányoznak, ez rögtön beleszól a dinamikába, rögtön beleszól mindenbe, elveszi azt a tisztaságát annak a képnek, amit várunk, hogy megtörténjen. Na ez pont ugyanígy van itt. Ha az erősítőm nem képes a hangsugárzót korrektül meghajtani, akkor ezt a hibát fogja bevinni a rendszerbe. Fog működni? Persze, hogy fog működni. Csak éppen ez a hiba permanensen ott lesz. És hogyha ez permanensen ott van, akkor mit fog csinálni? A zenehallgatástól, az élménytől kezd eltolni bennünket. Tesztelni, ezzel is fogunk tudni. Hű, megütöttek egy triangulumot, meg hallgatjuk, hogy most a triangulumot hány centivel tolták odébb a hangfal mögé, meg mellé, meg alá, meg, meg kitalálunk ilyen mindenféle olyan jelzőket, amiknek semmiféle szerepe a zene szempontjából nincsen, de hibás lesz a dolog. Ha ezt a hibát helyre tesszük, akkor akár első látásra nagyobb hibával, nem biztos, mert nem kell, hogy legyen ott hiba, és együtt tudunk élni. Ez a csöves erősítő. Tehát menjünk vissza az időben. Amikor az erősítőket kitalálták, a világ legjobb erősítője bizonyos értelemben, az az együttemű trióda. Ennél jobbat a mai napig 90 éve, hogy főt találták, tám még több is, nem talált fő senki. Ez ugyanis a jel alakot egyben fogja erősíteni. Ez a valódi áosztályú erősítő egyébként, az együttemű trióda. Csak hogy az együttemű triódával van két hatalmas nagy bajunk. Az egyik a kicsi teljesítménye. Ma már ugyan építenek nagyobb teljesítményű együttemű triódákat, a technika ezt lehetővé tette, de sajnos a harmonikus torzításával nem tudunk mit csinálni. Méghozzá horror magas harmonikus torzításával gyakorlatilag második, negyedik harmonikusát együtt nem lehet 10% alá levinni. Már pedig az már akkora beleszólás a dologba, folyamatosan, ami azért valahol tud bennünket zavarni. Nyilván óriási, érzékenységű hangfalakat, ha építünk, akkor nagyon pici teljesítmény elég lesz, ott még a kézbe tartható a harmonikus torzítás. De maga a csöves technika az nagyszerű ötlet, de van egy fontos eleme, amiről szinte sose beszélünk, az a kimenő trafója. Ugyanis ő rajong érte. Pont ugyanolyan, mint ő teljesítményillesztett rendszer. Az egy szimmetrikus tekercs, ami a szimmetrikus tekercset meghajtja. Világbajnok. A tranzisztor abszolút nem ezt csinálja. Ergo, mi a feladat? Próbáljunk megépíteni olyan erősítőt, ami imitálja a csöves erősítő működését, de tranzisztorból van, és hozza a tranzisztornak az előnyeit. Ez a félvezető megjelenésekor nem volt ö, kézben tartható, amikor kül, még az elején a germánium tranzisztorok, majd később, mikor az első szilícium tranzisztorok megjelentek, több volt velük a baj, mint a nem baj. De a, aki még emlékszik azokra a professzor urakra, akik akkor az egyetemen és a főiskolán tanítottak, ők elmondták, hogy ki volt az, aki azt gondolta, hogy ezt a tranzisztoros technikát minőségi erősítő technikának hozzuk be. Ócó volt. Ilyen egyszerű. Nem azért váltotta le a csöves technikát, mert jobb volt, azért váltotta le, mert olcsón lehetett készíteni. 60 még a 70-es években is egy jó minőségű, nagyfeszültségű kondenzátor az olyan drága volt, hogy, és akkor még trafókról nem is beszéltem, hogy borzasztó egyszerű volt kis plusz-minusz tápos erősítőt építeni, Fillérekből meg lehetett csinálni, a japán technika egyből ráugrott és elárasztotta vele a világot, és mint tudjuk, amiből sok lesz és amit sokat mondanak, az előbb-utóbb mindenkibe beragadt, hogy tehát az úgy jó. Nem jó. A mai napig nem jó, egyébként jegyzem meg. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy tehát értjük a feladatot, értjük azt, hogy azt ott meg kell hajtani, értjük azt, hogy ezek a készülékek erre nem igazán valók. Mégis a világ erre fordult, erről szól. Ma már a hangszóró hangfal gyártók, hang, bocsánat, hangfal az nincs, hangszóró hangsugárzó gyártók megpróbálnak olyan hangsugárzókat építeni, amik ezt a nem helyes technikát próbálják kiszolgálni. Nem túl sok sikerre jegyzem meg, Ö, nem fog menni. Vannak olyan tranzisztoros erősítő gyártók, félvezetős erősítő gyártók, akik értik ezt a problémát, és próbálnak trükközni, próbálnak belevinni olyan dolgokat, amiktől talán egy picit jobb lesz, de nem mernek eltántorodni attól, hogy ezt a klasszikus építési elvet, amit most már év, évtizedek óta építenek, az úgynevezett DC csatolt rendszer, ettől ellépjenek különböző okokból, mert például a tesztelők, erre nem hívják fel a figyelmet, illetve nem is értik szakmailag, hogy mi itt a probléma. Ergo mindenki csak ezeket a bűvszámokat adja, veszi, vattok, persze, nyilván így lehet nagy teljesítményű erősítőt építeni, így lehet nagyon alacsony dömpingű erősítőt építeni. Ez valós, tehát amikor rámondják az erősítőre, hogy a dömping ilyen így az er, akkor nem hazudik a gyártó. Annak valóban annyira alacsony a kimenő impedanciája, nem egy nagy dasziszvasz egyébként megcsinálni, csak minek? Tehát amikor az oszcilloszkópomat már összekötöttem az ekkora dróttal, már ott hibádzik, itt meg amikor összekötöm, akkor meg végképp hibádzik. Tehát itt, itt végképp nincs ilyen. Persze erre azt mondják, hogy na jó, jó, de annak még mindig 80 a dömping faktora, ha meg nagyon alacsony a dömping faktor, annak meg csak 16. De akkor a 4000 így is, úgy is értelmetlenné válik. Tehát eljutottunk ide. Magyarul fölmerül egy ötlet, ami bekorlátoz bennünket bizonyos szempontból, például teljesítményileg, de bőven elegendő teljesítményt biztosít arra, hogy szobai körülmények között ezeket a hangsugárzókat meg tudjuk hajtani. Ez a némi túlzás, mert persze túlzás, csöves erősítő topológia félvezetőből megépítve. Vagyis nem DC csatolt rendszert alkalmazunk, hanem egytápos rendszert alkalmazunk, és kimenő kondenzátort használunk. Ez tapasztalati úton, és sok-sok évtized tapasztalati útján sokkal egészségesebben működik ezzel a jószággal, mint a DC csatolt technika. Na, el is érkeztünk akkor oda, hogy mit is hallgatunk mi most. Ugye itt elhangzott a rendszer ezen kívüli többi része. Hoztam két erősítőt. Ez két fekete doboz, kívülről összvis két led különbözteti meg őket. A teljesítményük egyébként nagyjából hasonló. Az egyikben egy nagyon neves és ma széles körben alkalmazott Kapcsolástechnika van, illetve nem csak kapcsolástechnika, nem maga a panel is tőlük származik, erről majd utána esetleg beszélek. A másik pedig egy híd erősítő áruhában. <laughs> És visszatérve a zenei teóriára, tehát arra, amit mondtam, már nagyon sok támpontot adtam eddig is hozzá hogy mi lenne tulajdonképpen az a megközelítés, vagy miért azt tesszük, amit. Nyilván egy ilyen bemutató vagy előadás nagyon korlátozott abban, hogy a sokkal szélesebb körben, többféle zenével jobban körbejárva lehetne csinálni, de hát megpróbáljuk így, és szerintem azért eredményre vezet. Úgyhogy váltsunk, hogy ne legyen túl unalmas, jöjjön a kettes számú felvétel, de most azért hallgassuk meg egymás után a kettőt, tehát egészében ez megint egy öt perc, egy néhány másodperces felvétel. Direkt választottam ilyen hosszabb zenét azért, hogy legyen idő erre a bizonyos, próbálok kikapcsolni, próbálok nem figyelni, próbálok nem arra koncentrálni, hogy a zongora az most olyan, olyan precízen és élesen jelenik meg, vagy egyéb. Mielőtt még elindítod, még egyet mondanék. Ugye egy jazz azért az persze akkora, hogyha ide bejönnének, akkor itt tele lenne minden. Tehát nyilván ezért is ez csak egy képzetes valóság. egy jazz három hangszerből áll. Általában nem feltétlenül szólózik mindig mindegyik. Melyik az a hang, melyik az a reprodukció, ahol nem azt érzem, hogy folyamatosan mind a három hangszer szólózik, magyarul, ha figyelek az ongorára, akkor úgy de jó, az ongora olyan nagyon itt van, és úgy nagyon. A ha a dob is olyan nagyon jaj, de jó, az is itt van. A bőgő, az, az, az. hanem hátradőlök, és mind a három hangszer teszi a helyén a dolgát. Egy vonalra fölhúzva a dolgot. Amíg a csere zajlik, még egy mondatot elmondok, nyilván egy nagyon pici szakmát nem tudok megkerülni. Ma látjuk, hogy nagyon nagy teljesítményű erősítők épülnek ahhoz képest, hogy mennyire nincs rá szükség. Miért is van ez? Miért kötött itt ki a dolog? Túl, most tegyük félre, amit említettem, hogy marketing. Van azért egy apró indok mögötte. A nagy teljesítményű erősítők nagyobb tápegységgel rendelkeznek. Ez a nagyobb tápegység, most megint rajzolnék egy nagyon picit addig. Ez a nagyobb tápegység, ugye a hangsugárzónk, ha most nézem az impedancia görbéjét, akkor ugye azt mondom, hogy ez a frekvencia, ez az impedancia. Most csak egy erre jelölöm, bocsánat. Ugye a hangsugárzónk általában azt lehet mondani, hogy egy reflex sugárzónak ez az idealizált impedancia görbéje a mély tartományban. Ha ideális, akkor ilyennek kéne lennie. Erre jön rá az erősítőmnek a kimenő impedanciája, ami váltóáramú tekintetben nagyon fontos egyébként, hogy legyen, mert különben a hangszóró kiesne a helyéről. Tehát valamennyinek ugye annak lenni kell. Minél Nagyobb teljesítményű az erősítő, egy kis teljesítményű erősítő kimenő impedanciája, bármit csináljunk vele a tápegysége miatt, mondjuk így alakul. A nagyobb te ahogy mozdulok a nagyobb teljesítmény felé, úgy egyre jobban el A tápegység méret miatt, ugye trafó, kondenzátor, csillapítás. Erre szükségünk van, tehát ez a fajta dömping, ez lényeges, nyilván megint csak nem a számokban van. Itt egyébként egy erősítő dömping faktora, az nem 4000, azt a 4000-et azt 1 khz adják meg, és nem pedig 10 hz -en. Tehát valóban nagyon fontos, hogy ez, ez a, fajta, ez a fajta kontroll meg legyen. Ezért, ha egy kicsit megnöveljük a teljesítményt, akkor egy kicsit testesebb, jobban követhető erősítőt fogunk kapni. Ha ezt nagyon szélsőségesen nézem, hogy adva van egy sok száz wattos erősítő, kicsi teljesítményt veszek ki belőle, ez a hiba jelenség eliminálódik. Nem teljesen, de eliminálódik. Jobban szól, valóban. Tehát ez általában el lehet mondani, hogy... De ezért, tehát ez megint olyan, hogy igen, a 800 lóerős autó, az persze egy bizonyos fokig jobban kontrollálható, más, aki meg nem tudja kontrollálni, az meg beleszáll a Dunába. De, de ez egy rossz út arra, ezt sokkal egyszerűbben is meg lehet csinálni. No, hát tulajdonképpen azért a lényegi elemeket körbejártuk. Úgy nagyjából tulajdonképpen elmondtam, hogy mi a dolognak a lényege. Még egyszer úgy főbb szavakba összefoglalva, tehát dinamikus hangszóróról beszélünk, nyilván vannak olyan hangsugárzók, panelsugárzók, statikus sugárzók, egyebek, amik teljesen más elven működnek, mint a dinamikus hangsugárzó. Nyilván ott, ott egyéb elektronikai megoldások is pont ugyanolyan fontosak és számításba jönnek, mint. Tehát ezért mondtam, hogy ez, ez egy specifikus dolog bizonyos értelemben, bár tekinthető ma azért általánosnak, mert tíz emberből kilencnek úgyis dinamikus hangszórója van. Ez a legelterjedtebb hangsugárzási forma. Erről, ebben most nem erüljünk el, hogy miért, egyébként a dinamikus hangszorónál jobb. Az a, a audiotechnika két csodálatos találmánya volt, a dinamikus hangszóró és az MC hangszedő. Ez utóbbi fölöslegessé vált. A dinamikus nem bizonyos értelemben jobbat mai napig nem talált ki senki. A, tehát ez a fajta összefüggés, ez erre a verzióra értendő és működtethető. Elmondtam nagyjából zeneileg is, nyilván vannak további olyan jelzők, lásd, dinamika, vagy van egy angol híres cég, aki ugye bevezette a köztudatba a magyarul pratt, vagy prett névre hallgató dolgot, ugye Pace, Rhythm, and Time. Tulajdonképpen érthetetlen, mert mind a három ugyanazt jelenti. Tehát ö, ritmus, ütem, idő. Nagyjából ugyanarról beszélünk, nyilván itt komplexebben van jelen a dolog. Egyet tudunk, hogy azok a leginkább színskálát idéző jelzők, amiket ma használunk hifi berendezések leírására, ezek szerintem nem alkalmasak a hifi berendezést leírni. Ez az én álláspontom, mást keresek benne, és mást ö, próbálok meg, ö, megvalósítani. Most itt ennek a mai napnak nem tárgya a hangsugárzó maga, mint olyan, mint általános elemet vettük most elő, majd egy következő alkalommal arra is biztos visszatérünk. Talán mindenkibe van valami vélemény a kék és a fehér leddiódás erősítőről, hogy mi micsoda, melyiket választaná, vagy melyiket szeretné a két készülék közül. Nem tisztem eldönteni mások helyett. Az egyik rejt egy hidaudiót, mint említettem, a másik egy ö, néhány évvel ezelőtt a hidaudió számára érkezett megbízás volt, egy nagyon neves világmárka részéről, akik mai napig használják ezt az erősítőt. Nagyon neves és nagyon tele van vele minden sajtótermék. Nem ő miattuk nem vagyok jogosult arra, hogy a nevet eláruljam, Ország világ előtt, hanem azért nem, mert nincs jelentősége. Ezt a kapcsolástechnikát, amit akkori kollégám választott, ezt a kapcsolástechnikát ma hihetetlen széles körben használják gyártók. Sokkal kevesebb fajta kapcsolás van ma piacon, mint ahogy azt sokan gondolnák. Kívülről nagyon mások az erősítők, belülről egyáltalán nem. Itt már egy kicsit anekdótáznék. Annak idején, amikor a hang és technika újságot főszerkesztettem, euh, szerkesztettem, mert olyan nincs, hogy főszerkeszteni, akkor leközöltünk egy rajzot euh, egy szintén híres márka beleegyezésével. Leközöltük a rajzot, alig telt el egy-két hét, és kaptam sorra a telefonokat meg a leveleket, Különböző cégektől, illetve magyarországi képviseleteiktől, hogy hogy mertem én az ő készülékük rajzát leközölni, és röhögtünk magunkba jókat azon, hogy ugyanazt a kapcsolást hányan használják. De hogy mondjak egy közismert példát, és itt már akár neveket is szabad mondani, hiszen teljesen közismert példáról beszélünk, Name Audio, Exposure, Onyx, ö, és még lehetne sorolni. Ugyanazt az 1969-ben megjelent Lindsay Hood ö, JLH kapcsolást ö, használják. Ha egy Exposure, egy Name Audio, egy Onyx csak rajzot kiteszek az asztalra, senki nem fog tudni közte különbséget tenni. Azok ugyanazok a rajzok. Ö, de ők ezt felvállalva csinálták, tehát nem is titkolták. Forog ma közkézen ilyen értelemben négy-öt kapcsolás a világban. Van egy-két igazi, valóban, tehát van egy-két eredeti ötlet, ezt nem is vitatom. Egyébként, miközben mi azt mondjuk, hogy mi vagyunk az egyetlenek a világban ma, akik kimenő kondenzátoros erősítőt építünk, ez sem teljesen állja meg a helyét ugyanis aki ismeri a First Wattnak a utolsó verzióját, az F8-at, ami egy abszolút csöves trióda együttemű erősítő, kimenő kondenzátorral 25 Watt, és az egész világ azt mondja, hogy egy zseniális erősítő, szerintem is az egyébként, de az is egy kimenő kondis erősítő, és ott még tovább mentek a Poppintsuk le a csöves erősítő című történetben, és az a 25 watt is bőven elég mindenre, egyébként jegyzem meg. Úgyhogy nagyon ritka az. hát például tér, ha egy ekkora térbe betennénk egy akkora hangsugárzót, akkor nyilván persze fölmerülhetne az igény jóval nagyobb teljesítményre, vagy ha valaki olyan hangtömeget akar megszólaltatni, ahol akkor a membránfelületek, akkor a stb. stb. van jelen. Nyilván felhasználás függő. Hát ugye zenekari hangosításban ott óriási teljesítményekre van szükség. Például azért is, mert ezért mentek össze a zenekari rendszerek méretben, mert rájöttek, hogy nem az érzékenység a lényeg, teljesítmény rendelkezésre áll, az nem probléma. De szobai körülmények között általában ekkor a hangsugárzókat alapul véve, a mai körülbelül azt lehet mondani, hogy ilyen 85 és 90 dB közötti érzékenységet figyelembe véve, mert szinte az összes hangfal oda esik, ne Isten, még 90 fölé is megy egy kettő, erre bőségesen elegendő az az 50-60 watt, ami egy ilyen erősítőben rendelkezés áll. óriási tartalékokkal, akár, ha most majd mindjárt tovább megyünk egy kicsit, akkor akkor akár még egészen nagy levegőjű reprodukcióra is, majd keresünk hozzá olyan muzsikát. Ha nem derült volna ki, így a végén elárulom ugye, hogy a fehér LED diódása nagyon korszerű kapcsolástechnika, a kék LED diódás az egy obelisk végfok ami ma már nincs szériába állítva ugyan, de ez egy széria obelisk végfok volt, csak lemostam az elejét, úgyhogy a, hogy láthatsék. És akkor befejezésül, természetesen bárkinek kérdése van örömmel, bármire, de majd befejezésül, akkor most egy kis híd marketing jön. Elhoztam egy nagyon új és vélhetően nagyon rövid ideig élni, élő, majd élni fogó, de csúnya szó, készüléket. Ez az Obelisk esi integrált erősítőnek egy 30 darabban limitált példánya. Ebben az esetben már csak együtt, tehát itt nem lehet önállóan használni, csak a külső tápegységével. És hát megmutatnám, hogy most hol tart a Híd Audio integrált világ ezzel a közeggel ebben a pontban, majd kérek egy átdugdosást. Mind a két erősítőt be kell dugni a hálózatba. ennyi csak. A többi része az adott, és a kettes bemenetére kell tenni a... Csak most ugye a, nem azt a kábelt, hanem a sercingert, tehát őt kell átkötni az integráltba, mert ő már egy integrált, tehát benne van a hangerőszabályzó, meg minden. Ugye itt nagyon úgy beszéltünk erről a kétféle technikáról, vagy többféléről, de most itt konkrétan kétféléről, mint hogyha itt valami műszaki értelemben tökéletesség és jóság állna szemben egy kicsit ilyen elferdített, csapjuk be magunkat című dologgal. Aki olvasott nemzetközi sajtót, illetve olyat is, amiben mérések is vannak, nyilván ezt mi is meg tudjuk erősíteni mérésekkel, a híd audio erősítők, ez a kimenő kondenzátoros technika mára oda jutott, hogy ezek ugyanolyan nagyszerű minőségi paramétereket mutatnak, mint a DC csatol Tehát szó nincs arról, hogy itt valami ilyen ekvalizált becsapást, vagy ilyesmit alkalmaznánk semmilyen nincs, ugyanúgy például nem fog kiesni a hangszóró a helyéből, tehát nem, nem, egy, egy ilyen elferdített dolgot teszünk, hanem azt mondjuk, hogy megismerve a feladatot, hogy mit kell létrehozni, arra ez a technika bőségesen elegendő, viszont olyan előnyei vannak, ami a másiknak nincsen. És ez minél hosszabb távon nézem, ugye itt térjünk vissza erre a tesztelünk, zenét hallgatunk verzióra. Ez én teljes mértékig megértem, hogy ez nem egy egyszerű történet. Nekem mennyire nem egyszerű, aki fejlesztő is vagyok egyben, hogy amikor dolgozunk, akkor hogy tudjam elválasztani azt attól, hogy végül is zenét fogok vele hallgatni, tehát ezt a kettőt hogy csinálom. Én ezt személy szerint úgy oldom meg, hogy én lassú vagyok. Tehát én általában, amikor egy fejlesztés zajlik, akkor én vagyok a leglassabb a csapatban, mert egyébként egy csapat vagyunk, tehát én, én állok itt, de én például ma már erősítő fejlesztést a jóval kevésbé csinálok Attila kollégám, aki ezt viszi. De én vagyok az, akinek hosszabb időre van szüksége. Tehát nekem sokszor napok, egy hét kell arra, hogy egy adott dolgot a helyére tegyek, nem azért, mert ha hibás, és rögtön hallom az elején, az persze azt félretesszük, az nem jó. De azért, hogy a valóban jót hozzá tudjuk adni, nekem szükségem van ezekre a stresszoldott állapotokra, amikor valóban eljön a napnak, a hétnek az a pillanata, amikor én zenét tudok mélyen hallgatni, és meg tudom mondani, hogy na, ez szerintem ilyen vagy olyan vagy amolyan. Nyilván egy stúdiómérnök egy egyéb gyorsabban kell döntéseket hozzon, hallgat dolgokat, és 5-10 perce van arra, hogy eldöntsön történeteket. Még egyszer mondom, a csapatból is én vagyok a leglassabb, Attila például, de hát ő zenész ember is egyben, ő gitározik, és olyan, olyan típusú füle van, és úgy hallja ezt a dolgot. De, de idő kell ahhoz, hogy ezt a kettőt külön válasszuk és engem ma már a tesztelés nem érdekel. Tehát nem tudom rávenni magam, nem megy. Tehát ez a üljünk le fél órába, hallgassuk meg, és döntsünk, és mondjunk véleményt, és egyéb. Nem árulok el azt hiszem műhelytitkokat, nem is műhelytitok ez, de beszélgetve szakmába, jöve menve a világba kollégákkal, megdöbbenéssel látom azt, hogy például egyre több olyan cég van, egyre több olyan jó nevű cég van, akik nem foglalkoznak ezzel. Megtervezik, megcsinálják, mérnökileg leteszik, rendben van, működik, és ők mennek is tovább. Nem, nem, nem hallgatnak zenét. Három évvel ezelőtt sajnos akkor utoljára, mert ugye a pandémia kilőtte, a Toulouse-ban van mindig egy nagy bemutató hétvége novemberben, és most is volt, most idén én nem tudtam menni három évvel ezelőtt a világ egy, most tényleg aztán végképp nem mondok nevet, a high-end világ egyik legnevesebb amerikai tervezője, gyártója ott volt. És beszélgettünk, leültünk, sörözünk. Aromi rendes ember, nagyszerű mérnök, valaha repülőgép mérnök volt, onnan nyergelt ide át. Azt mondja, nekem ott ülünk így az asztalnál, hogy meghallgatni. <laughs> tökéletes, olyan alkatrészekből van, kétmillió dollár értékű műszerparkon van, az mindent megmond. Az néha a fiam, az ilyen heavy metal gitáros, az néha belehallgat, és akkor mondja, hogy apa, ez úgy rendben van. És ez ma teljesen elfogadott. Tehát egyre szélesebb körben elfogadott, majd a sajtó úgyis megírja róla a véleményt. Nyilván, hogyha 40-60 ezer euróba kerül egy előfog, akkor a sajtó olyan véleményt fog róla mondani, kimerni azt bevállalni, hogy oda tesznek elé egy ilyen házárú szerkezetet, és azt mondja, hogy nem jó. Hát senki. Úgyhogy, de ez csak egy mellékzöngéje a dolognak. Visszatérve erre az egészre, most mutatnék, elsőre azt mondanám, vagy azt mondanánk sokan, hogy ez egy palifogó dolog, ami most jön. Igen, az persze nagyon dögös lesz, de nagyon jó, ugye az audiofiliában ez is elterjedt, hogy miközben mindenki javarészint elektronikus zenét hallgat, ha zenét hallgat, magyarázza, hogy csak az akusztikus hangszerek, mert annak kell pont ugyanúgy szólnia, erre ma nem tértünk ki, mert nem volt témája az erősítő dolognak, de azért ezt úgy erősen meg tudnám támadni, hogy milyen akusztikus, tehát kinek a kezében, milyen hangszer, milyen szobában, mit akarok én reprodukálni ezen? Tehát Me, például a zongora, melyik zongora? Egy Fációli, vagy egy, ö, vagy egy Stanway, vagy egy Bőzen gyökeresen eltér a hangjuk. Ki játszik rajta? Sifandrás, vagy Bogányi Gergely, vagy ki? Mind más, más, más. Tehát, ö, tehát, nem feltétlenül egy ilyen, olyan, mint egy fotóra azt mondanánk, hogy a fotónak egyetlen dolga van, minél tökéletesebben rajta legyen, a, amit lefotóztam dolog. Egy fotó nem erről szól, de a zene sem erről szól. A zenének ezek az alapelvei, dallam, ritmus, harmónia, ha helyre kerül, ha átjön, akkor jó, akkor rendben van. És ugyanúgy lehet játszani zenét elektronikus hangszereken is. Ma már játszanak is elég ö, sokat elektronikus hangszeren, nagyszerű klasszikus zenét is adott esetben. Hát nem gondolom, hogy ez. most visszatérve erre, ez egy nagyon dögös, nyilván elektronikus felvétel nagyon palifogó, megmutatja azt egyfelől, hogy ez a, ugye egy Obelisk 3 az kétszer 50 wattot ad le 8 ómra, kétszer 70, egy néhány wattot 4 ohmra, hogy mire is elég egy ekkora térben, ekkora hangsugárzóval, ez a teljesítmény, anélkül, hogy a legcsekélyebben az volna az érzésünk, hogy elfogy. A másik, hogy ezen a felvételen van egy nagyon szépen felvett női ének hang. Hogy ez a női ének hang mennyire valóságszerűen és mennyire nem instabilan szólal meg, miközben ez az elektronikus felvétel megy. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt voltam és elmondhattam, amit elmondtam. Remélem hasznos volt, és természetesen, ha a jövőben is, vagy ezzel kapcsolatban felmerülnek kérdések, örömmel állok rendelkezésre és válaszra, vagy akit jobban érdekel, így nál, remélhetőleg a jövőben egyébként is fog találkozni mindenvel. Úgyhogy köszönöm, sziasztok, és üdv mindenkinek!